Sziasztok, Dolgi vagyok! Itt is lennék a Sims 4-nek a következő részével. Ebben a részben, ahogy ígértem nektek, meg fogom változtatni Zalánnak, illetve Ádámnak a külsejét, illetve hát nagyon-nagyon reménykedem abban, hogy Claudia és Loretta végre eléri azt a tanulmányi szintet, hogy ugye ki tudjam őket költöztetni, és akkor tudunk újra gyermeket vállalni. Ugye most azért nem feküdtem rá annyira a baba csinálásra, vagy hát nem tudom, hogy fogalmazzak, mert ugye nem lenne hely a háztartásban ikreknek. Azt szeretném, hogy mindenféleképpen ikrek szülessenek, és ugye egyszerre lehessen majd mindig kiköltöztetni őket, mert azért úgy sokkal könnyebb haladni ezzel a kihívással. Jó, most egyelőre hagyom, hogy a tinik kipihenjék magukat, illetve mindenki alszik. Hűha, hűha, így mondjuk annyira nem lesz egyszerű dolgunk, viszont őt felkeltetnénk, és ha megírta a leckét, akkor utána megváltoztatjuk a kinézetét, illetve hát nyilván akkor nem csak Ádámnak, hanem Zalánnak is. Szerencsére alvás közben is ezt meg lehet tenni. Jó, viszont kezdjük Zalánnal, ugyanis ő van itt előrébb. Na, hát neki ilyen kis pufókarc van, egyébként szerintem ehhez kifejezetten illik ez a hosszú haj, de azért nézzük még meg, hogy milyen frizurák vannak. Ez se rossz egyébként. Hát ez annyira nem tetszik, ettől még ilyen csúcsfejebb lesz tőle, ami nem feltétlenül előnyös. Ilyen hosszú hajú srácunk volt már vajon? Szerintem még nem, legalábbis nekem nem rémlik. Úgyhogy én lehet, hogy most ezt fogom választani. Kifejezetten szerintem aranyos arca lesz tőle. Viszont most megint az alvóshoz állítottam ezt be, ugye? Aha, jó, nekem minden napihoz is ez kellene. Úgyhogy megvan, király. Nézzünk akkor valami ruhácskát neki. Miért kellene választanunk? Nem akarok ennyire komolyat választani neki, inkább valami fiatalosabbat. De ahogy nézem, szinte csak ilyen ingesek vannak, meg zakósak. Amit még eddig nem választottunk. Ez mondjuk tök jó pofa! Jó, ez tetszik ez a lámás. Mekkora jó egyébként, minden van rajta, ami a Sims-szel kapcsolatos. Meg ami a régebbi részekből így előjön, ugye itt van ez a nyuszi, ez a gyűjthető nyuszi. Akkor, hogy az UFO-k elrabolják, akkor itt van a cowplant, ugye a tehén növény, a sajtos szendvics, ami egyébként egy nagyon-nagyon régóta visszatérő motívum. Aztán itt van a mackó. És a halál is, igen, meg a láma, meg a kerti törpék. Nagyon-nagyon tetszik egyébként ez a minta. Jó. Kicsit karcsúsítunk rajta. Jó, oké. Bár csak így menne az életbe is, ugyebár. És akkor még egy jó nadrágot kiválasztunk neki, meg egy szép cipellőt. Bár egyébként ezzel a cipővel nincsen gondom, úgyhogy ez marad. Aztán formáruhának, hát ez annyira nekem nem tetszik. Úgyhogy legyen inkább ez. Aztán sportosnak. Hát, ezzel nincsen problémám, esetleg a cipő lehetne nem ennyire kirívó, hanem valami visszafogottabb színkombináció, vagy akár egy teljesen másik, ami sokkal visszafogottabb. Jó. Aztán alvós ruhának, hát szerintem ez így jó. Meghagyjuk neki? Hagyjuk meg neki, csak azt az oknit szedjük le róla, azért az már nagyon idétlen. Ja, hogy most a cipőt vettük le. Tudjátok mit? Így fog mezitláb lenni. Jó? És akkor még fürdősnek, hát fürdősnek nem tudom, ki vesz föl pólót, de szerintem ez így jó lesz. És akkor nézzük még Ádámot. Neki maradt ez a rövid haja. Neki viszont nincsen olyan pufók arca. Igazából ezzel a hajjal nincsen problémám, de lehetne akár egy kicsit hosszabb, vagy akár tüsisebb haja. Ez milyen? Hát kopaszodni azért szerintem még tiniként ne nagyon kopaszodjon ott középen. Azért az úgy elég fura lenne. Jó. Ez így tetszik. És akkor válasszunk ki még neki valami vagány pólót. Őt mindenféleképpen vagányra szeretném megcsinálni. Hol van itt ilyen bőrcuccos nincsen? Ó, ez... Nem, ez nem jó. Ez ilyen kis cserkész. Bár van egy ilyen kis koktélos cucc, ilyen martinis pohár rajta, de... Ez az annyira nem lenne király. Na ez vagány. Ez kifejezetten király. És akár ilyen mintás is lehetne. Ez a halas, ez jól néz ki. Ez a pontyos vagy... Igen, pontnak van bajsza. Jó, és akkor akár ez egy ilyen fekete nadrágot. És valami sportcipőt szeretnék, vagy akár egy ilyen... Hát ez se rossz. Bár annyira nem tetszik, hogy olyan, hogy ilyen kis párnázott lenne az a cipő. Ez... Szerintem... Hát ez a színkombináció nem jön be annyira. Jó, maradok akkor ennél. Aztán formáruha, hát neki valami igazán elegánsat kellene választanunk.
Ez nagyon csicsa. Ez ilyen... Nézzétek, mennyi pénzem van ruha. Ami nekem nem szimpi. Jó. Hát... Mondjuk ez nem rossz, ez a hosszú kabátos. Ez jó, ez tetszik, jó? Oké. Okay. Ez nagyon sutyú. Nézzünk inkább valami mást. Ez így jó. Jó lesz, jó lesz. Oké, okay, és akkor... alvósnak. Nagyon ilyen izébe, gazdag legénybe öltözik folyamatosan. Oké. Okay. Mi ez a pimpruha? Az a... P.I.M.P. Hát ez nagyon kemény. Így vagyok. Így akar öltözködni, akkor legyen ilyen. Jaj. Csak így fogom elküldeni mindenhova. Csak ezért el kell mennünk egy buliba, hogy ezt felmegye. Hát ez zseniális. Ez zseniális. Jaj, hát ez most kikészített így. Jó, oké. Okay. Már csak egy ilyen kis bot hiányzik. Egy ilyen kis bot hiányzik a kezéből, és akkor mehetne. Mehetne üzletelni. Mehetne dolgozni. Jó, oké. Okay. Hát egyre jobban néznek ki a gyermekeim. Nem. Jó. Claudiának viszont el kellene mennie a mosdóba, hogyha jól látom. Szegény. Kikezd vele az élet. Fürödjön is le akkor már. És akkor... Hát nem tudom, visszafektessük még aludni? Eléggé kipihent lesz akkor? Hogy izé elkezdett kekeckedni a nyuszival? Kicsit foglalkozzanak egymással. És akkor fölmegy neki a social is. Várjál, öltözz át, kérlek, öltözz át. Hol van outfit? Change outfit. És én ezt a ruhát szeretném így. És akkor így a csodálatos család bemutatkozik. Hát ez a cipő is, meg ez az aranyzakó. Ezzel a kék ilyen krokodilbőr, nem tudom, nadrággal, nagyon feszülős. És akkor hozzá ez a cipő. Na, szép család. Jó, ismerjétek meg egymást. Hello, tesók vagyunk. Látszik egyébként. Jó, közben egyébként a gyerek nagyon éhes, úgyhogy kellene vele is foglalkozni, mert aztán itt... Dúvraga van készített, és ezért most nem tudjuk kidobni. Ah, jó, akkor clean up-olni kell először is. És akkor utána... Jó, tedd le valahova? Szépen, tedd le szépen. Most berakta a hűtőbe, really? Most onnan nem fogjuk tudni kivenni, mi? Remek. Akkor dobjuk ki a romlott kaját. Jó. Jó, ne, ne stekkel, ne. Hát stekkeli, csak azért is stekkeli. Jó, akkor így egybe dobjuk ki. Nekem végül is úgyis jó, csak jobb lett volna, hogyha nem így történik meg. Jó, te vidd magaddal a kaját. Viszont a középsulis leckét még nem írták meg a fiúk. Úgyhogy az jó lenne, hogyha megírnák. Oké, okay, Claudia pedig éhes. Jó, ezen tudunk segíteni. És ő megírta amúgy a leckét? Nem lesz, hogy velük megírattam el a leckét. Nem, hogyha minden igaz, akkor nem, mert ott van, hogy dugon work. Hát akkor még azt is meg kell, hogy csináljuk. Ó, és most itt együtt írják a leckét ebbe a csodálatos outfitben. Imádom ezt a családot, de tényleg. ennél jobb nem is lehetne. Jó. Oké, okay, és Doriannál romlik az a kaja? Persze, hogy romlik. Persze, hogy valami romlott izé van a inventóriában, és ettől valószínűleg tök rossz kedvű. Hú, a higiéniája viszont nagyon lent van. Majd Arankával meg kellene, hogy fürdessük a gyerekeket. Ja, igen, videójáték versenyekkel kapcsolatosan. Van egy ilyen opció a számítógépen, hogy utána nézzen különböző stratégiáknak, és elmetek, hogyha azt megcsináljuk, akkor sokkal jobban fog teljesíteni. Hát reméljük, hogy ez tényleg így megy. Aztán majd meglátjuk. Most már tényleg mindent meg fog tenni, hogy legalább egyszer nyerjünk vele, ne úgy öregedjen meg szegény, hogy soha nem volt sikeres abban, amit kitaláltunk neki. Jó, leckével amúgy hogy állnak? Befejezte mindenki, vagy csak úgy ülnek és beszélgetnek, és amúgy soha nem lesz leckéjük.
Jó, ő már írja. Ő megírta? Nincs is nála lecke. Aha, szépen elraktad oda, láttam. De nem bújsz ki a leckeírás alól. Jó, Claudia befejezte a leckéjét, és jó lenne, ha megcsinálná még a szorgalmit is. Hogy esetleg a suliba, akkor már úgy jöjjön haza, hogy ki is költöztethessük. Jó, mondjuk valószínűleg ez már nem fog sajnos sikerülni. Ó, viszont Doriannak és Tibornak mindjárt itt a szülinapja. Jaj, de jó, el se hiszem. Viszont szerintem egyszer nem lettek szerencsétlenek megfürdetve, úgyhogy azt jó lenne megcsinálnunk. Menj el gyorsan vécézni, kérlek szépen a Ranka. Egyébként is elment volna, jó, oké. Hál' Istennek, és akkor give bubble bath. Tibor először is. Gyere, Tibi! Jössz fürdeni! Nem jössz fürdeni? Tisztizál még egy sort? Pedig eléggé koszos vagy. Na? Hát ezt nem hiszem el, ott áll és nézi az anyját. Jó? Ó, el se hiszem. Magic! Hűha, hűha, Ádám még nem indult el suliba? De Claudia se, hogyha jól látom. Srácok, suliba kéne menni. Oké, értem én, hogy furán néztek ki, de attól még suli van. Ha-ho. Ja, hogy neki nincsen, mert hogy most nőtt föl. Aha. Neked viszont van. Neked el kell menni. De nem értem. Zalánnal egy időben lettek felnövesztve, szinte. Most ő megúszott egy suli napot azért, mert többbe lehettek a tortájába. Akkor mondjuk elég szerencsés. Eléggé szerencsés. Jöhet, akkor feküdjön le aludni, viszont akkor rendesen aludjon. Sikerült megfürdetni amúgy a gyereket? Jó, őt sikerült. Még kajálnia kellene. Azt el is intézi önmagának. És Doriant is meg kellene, hogy fürdessük. Viszont előbb akkor egyen. Pick a serving. És utána akkor megfürdetjük a másik gyerkőcöt is. Ennyi izét egyébként. Lehetetlen ennyi tortát megenni, amennyit készítünk. Nem akarja megenni a tortát, de miért? Vagy most oda vitte magához? Csak elrakta az inventoriába? Mondjuk eléggé izé, combos most már, lehet, hogy nem kéne ennyi tortát enni. Hűha! Hűha! Kezd terjeszkedni minden irányba a Ranka. Jó. Hogyha ezt befejeztük, akkor megfürdessük meg a gyereket. Bubble bass. És Doriant kellene megfürdetnünk, ugye? Igen, minden bizonnyal Doriant kellene megfürdetnünk, de most őt fektettük le aludni? Nem akarja. De most fel kell Dorian, úgyhogy most meg tudjuk fürdetni. Jó. Egyébként jobb kapcsolatban is van vele. Úgyhogy remélhetőleg gyorsabban is meg tudja majd fürdetni, nem lesz ellenállás, meg ilyesmi. Viszont lassan el kell azon is gondolkoznunk, hogy ki lesz az az anyuka, aki tovább viszi ezt a kihívást. Ugyanis hol tartunk? Hány napja van még hátra a Rankának? 9, jó, még született lánygyermekünk. De lehetséges, hogy már ő lassan Loretta lesz az, aki tovább viszi. Hogyha nem születik addig lány. Jó, neki most fölment a higiéniája. Egyen akkor egy harit. És a Ranka meg akkor utána nézhetne a videójáték stratégiáknak. Hol van vajon? Webben? Gaming livestreamet tud nézni. Research és Advanced Game Strategy. Ez kell nekünk? Jó. Közben meg lett a 9-es szint is a parentingből. Oké, és akkor ebből is meggyújthatnánk hát, ha... Ja, nem ezt szerettem volna. Persze, hogy nem ezt szerettem volna. Light, Sharpening Shuffle. Hát ha jobban megtanulja itt a dolgokat. Már egyébként lehet, hogy a programozást is elkezdhetné tanulni. Ja igen, meg még a dolgok fejlesztését, ugye a tárgyaknak a fejlesztését is elkezdtük még egy régebbi részben. Úgyhogy... még azzal is kellene foglalkoznunk, hogy esetleg jobb videókártyát meg CPU-t rakjunk ebbe a számítógépbe. Jó. Tanult egyébként ebből bármit is? Lett ennek bármi haszna, előnye? Most ezeket még mindig tudom researcholni? Ha nem tud újat tanulni. Jó, hát akkor... Akkor most elméletek mindent tud a videójátékokról. Reméljük ez így is van tényleg. Egyen még akkor ebből a tortább. Nem. Ó, Claudia viszont ötös tanuló lett. Yay!
Király. Csak ő? Flörtölős hangulatban van. Ó, mi történt veled? Ó, és így jössz haza, és flörtölős hangulatban vagy? Jó. Hamar felnőnek. De tényleg. Na jó, most annyira nem nőttek föl hamar, kicsit hamarabb is felnőhettek volna. Oké. Okay. És csak ő, Loretta, nem? Loretta maradt négyes! Jó, akkor ő most azonnal neki el leckét írni. És Claudiát viszont felnövesztjük és kiköltöztetjük szerintem. Ugyanis... neki most már tényleg itt az ideje, hogy elköltözön innen. Bármennyire is csini. Csini nő személy, el kell költözöm. Egyébként nem lenne csúnya. Tehát az arca az kifejezetten szép szerintem. Csak hát kicsit úgy elbántunk vele. Mert egyébként lehet, hogy valakinek pont a bohóc csajok jönnek be, akkor ő meg izé, teli találat, meg főnyeremény. Tehát nem mondom azt, hogy ez rossz lenne. Jó, ezt is szerintem kidobhatjuk, mert igazából már készül az újabb adag. Tortát eszik az egész család éjjel-nappal. Egészség, erő, minden, ami kell. El ne mosogass! Alanka! Miért mosogatsz el? Cooking skin, jó. Viszont ezt ki lehetne törölgetni, le lehetne törölgetni. Jó, a hűtőt amúgy nem tudjuk fejleszteni. Tök jó lenne, ha tudnánk, nem. Kukát sem. Mit tudunk akkor fejleszteni? Upgrade. Aha, common upgrade part kellene nekünk még. Akkor azt viszont rendelünk az internetről. Order. Upgrade part. És akkor common upgrade partot. Azok úgy se drágák. Rendelünk egy 10 darabot. Jó. És akkor upgrade. Self-cleaning smoothing, vagy soothing jet. Aha, relaxációt kap. Amikor fürdik benne. De szerintem a self-cleaning az jobb. Az öntisztítás nekem az jobban bejönne. Ja, hogy rányítottunk a... Ott jó, bent pisilt. Upgrade. Ide jó lesz szerintem a self-cleaning. Kifejezetten jó lesz a self-cleaning. Fú, és így kezdi el szerelni, hogy büdös a WC? Hát ez undorító. Na jó, hát lehet, hogy nem ártott volna megtisztítani előtte. De itt a Sims-ben úgy látszik, ez nem probléma. Este 6 van, és kik írtak leckét? Loretta? Loretta írt leckét? A torta az úgy maradt, és lefeküdt aludni? Ha-ho! Ha-ho! Ez nem hiszem, hogy okos ötlet volt. Hát még jó, hogy nem gyulladt fel a ház. Elég volt most a izéből, tűzből egy... Úristen. Fúj, ez undorító lett ez a torta. Ez a világ legrosszabb tortája, de tényleg. Nem szeretek ilyet mondani, de ez nagyon gáz. Jó, oké. Okay. Válaszol neki akkor egy tulajdonságot. Aktív, sportos lett. Oké, okay. És akkor őt ki is lehet költöztetni. Viszont szerintem akkor őt majd részen kívül fogom kiköltöztetni, addig itt marad, kicsit segít nekem a gyerekekkel való törődésben. Hát azért beleesznek ebbe a szép tortába. Nem, inkább chipset esznek. Szegény egyedül eszik a borzasztó tortájából. De legalább úgy élte meg, hogy ez egy jó szülinap volt. Ez a lényeg, ez a lényeg. A szomorú bohóc egyébként most látható. Bár most inkább feszült bohóc, nem szomorú. Jó, Aranka meg maga biztos. Ilyen bidét még szerelhetnénk be. Egy kis popómosót. Hát a jó lesz az. Jaj. Mi történt vele? Tigrissé változott Ádám. Ádám összekarmolta? Mesélj csak, ki az új barátnőd. Mi történt veled? Kellene vennünk gyógyszert, ahogy látom, itt teljes fertőzésen megy át a család. Az mi? Gigli? Rájött a röhögő görcs? Csak úgy? Valamitől? Hát még nem láttam eddig kacagni. Sőt, egy... Most ott szállnak a legyek, miközben a WC-nél. Fúj.
Valaki odafingott. Együtt csinálják. Együtt trónolnak. Mind a ketten felállnak. Király. Ez ennyire tetszett neki? Mi volt ez a sötét árnyéka? Jó. Jött valaki. Ez kicsoda? Verkumár. Te ki vagy? Ismerjük már meg Verkumárt. Gyere, Kumár. Dumáljunk egy kicsit. Ismerkedjünk meg vele. Te ki vagy és miért vagy itt? Hello? Halli, halli. Beszéljünk. Szia. Mit szeretnél itt, Kumár? Smooth recovery. Illetik nem jött be neki, hogy flörtölünk vele. Lehet, hogy van valaki, nem? Akkor fertőzzük meg. Na mindegy, te rendeljünk gyógyszereket, mert nem lenne jó, hogyha itt elterjedne az egész családon belül itt ez a kór. Ez a tigris kór. Purchase medicine. És ez mindenre jó, szerencsére veszünk egy 6 darabot. 300 szimoleonba került, nem vészes. Oda egyet, oda egyet. Ki beteg? Ide sorba végig rakosgatom. Te beteg vagy esetleg? Ott van valami baj a Stavdin. Aha, jó, ő beteg. Akkor ő iszik. Ő nem beteg. Ő sem beteg. Ő viszont az előbb még beteg volt. Ő meg ilyen kiütéseket, ő meg leopardkort kapott. Jó, ő meggyógyult. Na. Tiszta állathadsereg lett egyébként a családomból. Oké, még valaki, aki betegnek érzi magát? Hát róla nem derül ki, hogy beteg lenne. Úristen, annak mi van az egyik szemével? Hol van a szeme? Oh, úristen, de creepy! A félszemű bácsi átjött hozzánk látogatóba. Jó, oké. Mindegy, egzotikus. Gyere! Ismerkedjünk meg. Beszéljünk vele egy kicsit. Bár mondjuk, ahogy látom, Aranka sajnos pont rossz állapotban van, pedig általában azért jól szokott lenni. Beszélnek a világ békéről, azt tetszik neked? Nem. Valamiért azt se tetszik neki. Úgy látszik, ez egy ilyen gonosz ember, aki nem szereti a világ békét. Kicsit arrébb át... Ó, jött takarítani, azt viszont szeretjük. Az ilyen embereket szeretjük, jöhetsz máskor is. Jó, menjen el a WC-re, meg egyen ebből a valamiből. Oké. Aztán utána pedig... hát feküdjön lealudni, muszáj lesz neki. Tibor nagyon éhes. Tibor, drága, ott van a kaja. Egy ilyen belőle. Egyébként lassan ők is felnőnek, nem? Vagy soha nem fognak felnőni? Nem lehetek, most már ők is föl fognak nőni hamarosan. Legalábbis remélem. Az ott mi lett? És miért néz ki úgy? Abból tudunk szedni? Ó, tudunk belőle szedni alkatrészeket. Az mondjuk jó. Ennek mondjuk örülök. Ezt meg ki tudjuk dobni. Meg majd ezt is ki tudjuk dobni. Na. Kedves kuka, tessék, fogadd be. Fogadd be a finom tányérokat. Áldozunk itt neki. Jó. És most ezt is így kidobjuk. Király. Oké. És ezt most hova rakta? Oda! Azt hogy sikerült oda rakni? Mindegy. Nem kötök bele, én elhiszem. Oké. És ő pedig még éhes. Lehet, hogy egyébként jól lenne, hogyha készítenek valami normális kaját is, és nem ezt a borzasztó minőségű tortát enné mindenki. Sőt, valószínűleg sokkal szívesebben ennének a gyerekek is, és nem halnának éhen. Jó, ezt is még eladjuk. Oké. Vega barát szerencsére a hamburger torta ráírták. Annak ellen, hogy hamburger formájában ugye nincs hamburgerből, meg vannak nyugtatva a vegetáriánusok. Jó. És ő is egy ilyen, oké. És Adam meg igazából csak szórakozásra vágyik. Megírta a leckéjét? Nem tudom, hogy az nem lesz neki olyan nagy szórakozás, de meg kéne, hogy írja a leckéjét. Jó, és te? Senki nem írt leckét. Fiatalok! Hát micsoda hanyag életvitel ez, hogy nem írunk házi feladatot.
Aztán meg majd csodálkozunk, hogy soha nem fogunk innen elköltözni. Megy majd a csodálkozás. Anya nem enged minket elköltözni, meg nem lehetünk felnőttek, csak úgy. Aha, jó, Doriának meg viszont ma lesz a szülinapjuk. Ami egy jó hír. Fú, mennyi minden kosz van egyébként itt. Szeretem ezt a sok tányért. Kifejezetten szeretem. Egyébként tényleg lassan ebből fogunk meggazdagodni. Oké. Okay. Ezek viszont már normális kaják, ugye? Nem ez a borzasztó minőségű hamburger torta. Mondjuk ez se sokkal jobb, ez a BLT. A grilled cheese az jó. Jó, akkor a BLT-t is kidobom, mert most ilyen rossz minőségű kajától csak rossz kedvük lesz. Szóval fölösleges ezt erőltetni is. Jó, viszont szerintem már majd csak a következő részben fogunk szülinapozni velük. Mert nem hiszem, hogy ebben már úgy beleférne, hogy még tortát sütünk meg ilyesmi. Oké, leckék készen vannak. Valóan ezt áttúrni alkatrészekért. Aztán utána enni egy jót. És utána lefürödni. Basswit socks. Citrus sok. És ugye ezt akkor majd a sharpening saffronnal. Remélhetőleg ez sikerülni is fog. Ja igen, ő most már nem megy el, ugye? Aha, igen, neki már nem kell szerencsére suliba mennie. Viszont akkor ő tud foglalkozni a babákkal. Egyiket meg kéne fürdetni, a másiknak meg lent van a energiája, úgyhogy igazából azzal annyira nincsen nagy baj. De még a fürdés sem annyira sürgős, hogy most azonnal ezt intézni kellene. Jó, most Arankával utána néztünk a versenynek, valamint tehát a játéktechnikákkal. Még benevezem egy versenyre. Jó, ennyi kaja elég volt. Oké. Ezt meggyújtjuk. Sharpening saffron. Oké. Remélhetőleg nyerni fog. Nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy nyerni fog. Ezek után már tényleg nem tudom, mit lehetne csinálni. Max fejleszteni a számítógépet, de szerintem arra még nincs is lehetőségünk. Még nem lehet upgrade-elni. Ja, gondoltam. Jó, és akkor ha ez megvolt... Megint rosszat csináltam. Ha ez megvolt, akkor nevezünk be egy versenyre. Play game. Igen, és hilok. Léci, tezd egy study boss, mind a kettőre tanulj. Most ne ilyenekkel. Cseszegessétek anyátokat, jó? Ne ez legyen most a fő téma, hogy tanácsot kértek iskolában anyukátoktól, amikor dolgozik. Nagyon-nagyon izgulok, hogy sikerülni fog-e neki. 5000 szimoleont nyernénk, az azt jelenti, hogy most 10000 szimoleonunk lenne. Azért az kemény. Tehát, hogy akkor már rendesen be tudnám rendezni a szobákat is. Sokkal szebbre. Meg sokkal jobb minőségű dolgokat tudnék vásárolni. Nem értem, miért családtagokra gondol verseny közben. Ne! Jó. Oké. Okay. Szerintem akkor itt is van vége ennek a résznek. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet, és akkor hamarosan egy újabb Sims résszel találkozunk. Doggy voltam. Sziasztok!